Erős vár a mi Istenünk! Köszöntöm a képernyők előtt ülő testvéreket nagy csütörtök ünnepén. Énekeljük el a 308-as számú ének első, negyedik és ötödik versszakát. 308-as számú ének versszakait. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mi egyedül a Krisztus keresztjével dicsekedünk, mert általa van váltságunk és üdvösségünk. Magasztalom az Urat teljes szívemből, az igazak körében és a gyülekezetben. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az őt félőknek, népének megváltást szerzett. Örökké valónak rendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Mi egyedül a Krisztus keresztjével dicsekedünk, mert általa van váltságunk és üdvösségünk. Imádkozzunk! Jézus Krisztus élet kenyere, te eltávolítod a korlátokat, amelyeket vétkeink emeltek, és magad mellé veszel bennünket a te utadra, az odaszánás és a szenvedés útjára, amely az örök életre visz. Tarts meg bennünket a veled való közösségben, hogy benned maradjunk, ahogyan te velünk maradsz mindörökké. Amen. Hallgassátok meg
azt az evangéliumbeli szentigét, amelyet egyházunk nagy csütörtök ünnepére ige hirdetési alapigeként rendelt. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 26. fejezetében, a 36. verstől a következőképpen. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, akárhol is töltöttem a nagy hetet életem során, hangulatát tekintve a nagy csütörtöki Isten tiszteletek számomra mindig is a legkedvesebb ünnepek voltak. Nehéz megfogalmazni az okát, talán mert csak a leghűségesebb gyülekezeti mag van jelen a templomban, hasonlóan, mint egykor az úrvacsorán, utolsó vacsorán. Vagy mert nagypéntek fájdalmának és húsvét örömének feszültsége az úrvacsorában éltető ajándékká válik. Vagy éppen az igazán meghitt szent asztal közösség miatt oly kedves. Lehet, hogy mindegyik közre játszik. Idén viszont más az ünnepünk. Otthon töltjük a nagy hetet, ráadásul éppen mikor egyházunk az úrvacsora évét ünnepelni. És mi mindennél jobban vágyunk a Krisztus Urunkkal való találkozásra kenyérben és borban. Mindannyian érezzük, hogy nem igazi az ünnepünk. Viszont éppen a mai igénk világít rá, hogy nagy csütörtök eseményeinek az utolsó vacsora bár kiemelkedő, de mégsem egyetlen történése. Sőt, valahol megmutatja a cselekvő Isten gondviselését, hogy még jóval a vírus veszély előtt éppen egy ilyen textust írt elő egyházunk a mai ünnepre. Egy ige szakaszt, ami nem az utolsó vacsora történetét mutatja be, hanem a Gecsemáné kert árnyas fái közé, a vészjósló, de majd megnyugvást is jelentő csendbe vezet minket. Mert miközben mi otthonainkba zárva, a holnaptól félve és a gondoktól terhelve vágyódunk az Úrral való találkozásra, addig ez a történet rávilágít, hogy Jézus is vágyódik. Vágyódik azon a nehéz és gyötrelmes éjszakán. Nagyon is emberi a fájdalma az Isten fiának. Egy olyan ember küzdelméről hallunk, aki fél, aki szomorú, aki valódi létbizonytalanságban van. És nem csak isteni erősítésre vágyik, hanem emberi támogatásra is. A legszűkebb tanítványi kört, a legjobb barátait kéri. Maradjatok itt és virrasszatok velem. Szükségem van rátok. Péter, János és Jakab, az a három tanítvány, akik annyiszor fogadkoztak, hogy még a halálba is mennének Jézusért, most mégsem bírnak virrasztani. Még egy órát sem.
alszanak, nincsenek a Mester mellett. Persze ezt egy ideje már nem békés szúnyókállásként képzelem, mert lehet, hogy a tanítványok a helyzet komolyságát nem fogták fel, de biztos, hogy megéreztek valamit a feszültségéből, a szomorúságából, a bizonytalanságából. Alszanak, mert van az a stressz helyzet, amit jobb átaludni, amin jobb csukott szemmel túl lenni. Ismerjük, amikor az ágyból sincs erőnk kikelni, amikor megbénít a félelem, amikor nehéz a másik mellett lenni, akár csak imádságban is. Szeretett testvéreim, az idei nagy hét lehetőség a virrasztásra. És most nem álmatlan éjszakákra, hanem valódi odafigyelésre gondolok. Arra, hogy Jézusra figyeljünk, őt kövessük az Atyával való kapcsolatában. Rátekintsünk, és ne Péterék passzív stressz kezelésére, hanem Urunk valóságos küzdelmére. Igen, ma Jézus ismét imádkozni tanít. Egyszer már megtette ott a hegyen gyakorlati tanácsokkal és a mi atyánk szavaival, és most újra tanulhatunk tőle. Tanulhatunk tőle imádkozni, és tanulhatunk valamit az imádságról. Persze más ez az imádság. Bár valahol felidézi a mi atyánk sorait, de minthogyha megfordítaná a sorrendjét. Mert akkor egészen más helyzetben a sokasság előtt a hálaadás, a hatalommal tanítás pillanataiban Jézus először Isten szentségére, országának eljövetelére, akaratának megvalósulására helyezte a hangsúlyt. És utána válik személyesebbé az ima. A mindennapi kenyérrel, a gonosszal való küzdelemmel, a kísértésekkel kapcsolatban. Itt viszont más a helyzet. Jézus mindig elvonult imádkozni, hogy csak az Atyával legyen, de ott a Gecsemáné kert sötétjében az alvó tanítványokat is maga mögött hagyva nagyon egyedül érzi magát. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Ebből az imádságból Jézus küzdelme, félelme, szomorúsága, kérése hallatszik. Mert szorongatott helyzetben és kétségek között csak így lehet őszintén imádkozni. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem, legyen vége, látod, hogy nehéz. Ugyanakkor ez nem a minden rosszba való beletörődés, nem az értelmetlen szenvedés elfogadása, hanem a küzdelmek végig élése az együttérző Isten előtt. Sőt, a küzdelmek végig élése az Istennel együtt, eljutva addig a bizalomig, hogy Jézust követve ki tudjuk mondani, legyen meg a te akaratod. Kedves testvérek, virrasszatok, Jézusra figyeljetek, vigyétek mennyei atyátok elé minden félelmeteket, minden nehézségeteket, nyíltan vállalva akár még a kiszolgáltatottságot is, végig küzdve mindezeket az Isten előtt és az Istennel együtt, végül eljutva addig a bizonyosságig, hogy Urunk kezében vagyunk, és ő a javunkat akarja. Mert nem a halál, hanem az élet Istene. Amen. Isten igéjére válaszolva valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk!
Mennyei atyánk, ma mindennél jobban vágynánk szent fiad valóságos testének és vérének közösségére. De most más módon kell, hogy az egyházban Krisztus testében megmaradjunk. Légy közöttünk, amikor aggódó szívvel hozzád könyörgünk. Óvd meg azokat, akikre különösen nagy terhek nehezednek. Mindenkiben erősítsd a benned való bizalmat, és add, hogy sose fogjon ki a vágya veled való találkozásra. Tartsd meg gyülekezetünket, és add, hogy most mindnyájan összeforjunk imádságban. Hallgass meg minket, amikor szívünk minden bizonytalanságával és aggodalmával is, mégis gyermeki bizalommal együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen. Énekeljük el a 331-es számú éneket. 331-es számú éneket. Thank you.